Bajnoki meccset játszik új otthonában, az egy évvel ezelőtt átadott pingpong teremben az ATC nagykáló. Két asztalon ütik a labdát, ami a megyei bajnokságban még elegendő, volt azonban idő, amikor a legmagasabb osztályban képviselték a várost az asztali teniszezők. Mészáros Sándor tanúja volt az elmúlt 4 évtized sikereinek és kudarcainak is. Nagykálóban nagyon nagy hagyománya van az asztali tenisportnak. Én 1981-től vezetem, úgy tetszik, a nagykálói asztali teniszt. Voltunk NB3-ban, NB2-ben, NB1-ben, Extra Ligában. Ez a sorozat egymást követte, majd megszakadt. Utána elindultunk megyei bajnokságba, de folyamatosan anyagi gondokkal küzdködtünk, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy kihagyunk egy pár évet, és legutóbb újra szerveződtünk, és elindultunk, és óriási segítség volt az, hogy pályázati pénzekre tudtunk pályázni, és nyertünk is. Ez lehetőséget biztosított arra, hogy a csapat megfelelő körülmények között tudjon versenyezni, valamint az önkormányzattól megkaptuk ezt az épület ennek egy részét, ahova be tudtunk rendezkedni, tehát a felújításokat is finanszíroznunk kellett. A megyei bajnokság csak az első lépést jelenti, a csapat mindenképpen szeretne osztályt váltani. Az is cél, hogy csak kálói játékosok alkossák az együttest. Igazolt játékosunk egy olyan 8 fő van ebbe egyesületbe, és akkor vannak körülbelül vagy 20-an, akik nem igazolt játékosak. Be van osztva az edzésidőnk, hétfőn, szerdán, pénteken vannak az úgymond amatőrök, és kedden csütörtökön mi vagyunk az igazolt játékosok edzésen, hétvégente pedig a meccseink vannak. Hát most, ahogy Sanyi is elmondta, alulról indultunk megye első osztályból, több év kihagyás után. Az a célunk, hogy felkerüljünk NB3-ba teljesen nagykálói játékosokkal. A nagykáló a vasárnapi mérkőzésen 15-3-ra verte az NVSC Iceman 3 csapatát. A kállóiak a hétvégén nagy lépést tehetnek a bajnoki cím megszerzése felé, ugyanis a szintén egy vereséggel álló nyírbátoriak se 2 ellen állnak asztalhoz Jónás Sándorék.